Az Európai Parlament elállt azon szándékától, hogy az Európai Bizottságtól kikényszerítse a jogállamisággal kapcsolatos uniós fellépésre irányuló követelményét, erről írt a politikó. A döntésre azután került sor, hogy Brüsszel megfenyegette Magyarországot az uniós költségvetési támogatások megvonásával. Az EP viszont úgy ítélte meg, hogy az ügyi jogi szempontból igen gyenge alapokon áll. Már is a részletekkel folytatja Kata is vendége. Így van, érdekes a téma, érdekes kérdéseket vett fel. Itt Fiablomnici, Zoltán, Zoltán Alkotmányjogász, a század végjogi szakértője a vendégünk, aki segít a témában eligazodni. Jó estét kívánok. Köszönjük sokan, jó estét kívánok. Meglepő döntés, de úgy is mondhatnám, hogy meglepő döntés, tehát kérdezhetném is ezt, is kérdezem is, hogy mennyire váratlan fordulat az, hogy az EPI kihátrált. Az előzményekről, hogyha szabad, csak nagyon röviden annyit, hogy elfogadtak egy kondicionalitási rendeletnek nevezett és egy folyamatot tartalmazó normát még a 27 tagállamra vonatkozó EU-s költségvetés elfogadásának időpontjakor. Ez egy maratoni többnapos ülés volt, és ennek eredményeképpen az eljárás. Lehetőséget biztosít arra az Európai Uniónak, hogy az uniós források elköltését ellenőrizze, illetve ezeknek a forrásoknak az elköltése kapcsán, ha bármilyen anomáliát tapasztal, akkor ezzel kapcsolatban lépéseket tegyen, nagyjából erővidítve. Magyarország és Lengyelország keresetben még annyit tehetett, hogy az Európai Bíróság előtt kvázi az EU joggal való összeegyeztethetőség kapcsán vizsgálatot indítson, és az Európai Bíróság az uniós joggal összeegyeztethetőnek tartotta ezt a rendeletet. És itt jön be a képbe akkor a Mostani lépése az Európai Parlamentnek. A parlament úgy gondolta, hogy az Európai Bizottság nem lép elég gyorsan. Ezért az Európai Unió működéséről szóló szerződés 265. cikke alapján, amely lehetővé teszi, hogy egy intézmény egy másikat az ott felsorolt konkrét intézmények a társintézményt az Európai Bíróság beperelhessék, beperelte a parlament a bizottságot azon a címen, hogy késlekedik végrehajtani ezt a kondicionalitási rendeletet Magyarország és Lengyelország kapcsán. Ez volt egyébként tavaly ősszel, és nagyon érdekes, hogy a 265. cikk azt mondja, hogy két hónap van a felszólítása, és hogyha nem reagál az adott testület, akkor két hónapon belül lehet keresetet indítani, és akkor itt jön a válaszom lezárása. Majdnem biztos, hogy, és ezért meglepő a dolog, majdnem biztos, hogy az Európai Parlament kaphatott egy fülest, hogy el fog bukni ez a dolog, legalábbis én azokkal értek egyet, akik azt gondolják, hogy itt egy presztízsvesztesség elől való menekülésről van szó, és az Európai Parlament így visszakozott, visszavonta a keresétét, ez egyébként, egyébként május 18-án történt meg, és ez a politikó cikke is úgy fogalmaz, hogy szép csöndben történt ez a dolog. Tehát ha jól értem, akkor, akkor a dolgok elé mentek, hogy inkább kibiztosítsák magukat. Tulajdonképpen hogy mi történt valójában, mert hogy kérdezném, hogy a döntést mivel indokolják, de megindokolták, mert hogy az az indok, hogy az ügy gyenge alapokon áll. Ez mit jelent? Erre gondolom, vagy erre reagálnám azt, hogy inkább kaptak valamilyen információt arra nézvést, hogy a bíróság nem fogja a keresetet megalapozottnak találni, tekintettel arra, hogy a jogi szakszolgálat kimunkálta ezt a keresetet, tehát hosszú hónapjaik voltak arra. Úgy, hogy egyébként a, az Európai Bizottság a mai napig érdemi lépést az ő elképzelésük, a parlament elképzelése szerint nem tett. Tehát több hónapjuk volt arra, hogy ezt a lépést megtegyék, most tették meg. Egyébként van egy, egy kiegészítő indok is, hogy az Európai Bizottság a Parlament és a civil szervezetek nyomására végül is eleget tesz a kérésnek. És itt illeszek be egy, nagyon röviden egy másik cikkét a politikónak, ez is egy friss írás, amely teljesen egyébként a lengyelek szempontjából megdöbbentő módon, ez talán még megdöbbentőbb, mint a, 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 az Európai Parlament visszakozása bár jogilag az faj súlyosabb, azt mondja, vagy azt írja le, hogy Lengyelország nagy bajban van, egy taposóakna áll előtte, vagy található előtte, és minden eddigi törekvés ellenére, itt elsősorban ugye az ukránoknak tett gesztusokra gondolhatunk, vagy egyéb másra, minden törekvés ellenére az Európai Bizottság nem folyosítja a forrásokat, és most már azt írja a politikai, hogy stratégiát kell váltani, a jog és igazságosság veszít a népszerűségéből. 15% fölött van az infláció, ami az egyik legmagasabb az Európai Unióban, és most már azt kezdik magyarázni, hogy a helyreállítási alapénzei nem is olyan fontosak, úgyhogy Lengyelország egyébként nettó befizető, tehát azt látjuk, hogy most jelenleg Lengyelország Magyarország, és hát a, ez a Moraviecki féle irányvonal mindent megtett azért, hogy az EU kegyeiben járjon, de Ursula von der Leyen a bizottság elnöke egyértelművé tette, hogy Lengyelország még mindig nem tette leget az igazságszolgáltatással kapcsolatos uniós elvárásoknak. Nézzük meg akkor most, hogy nálunk mi a helyzet. Tehát ez, ez a döntés, ez nekünk, Magyarországnak mit jelent? Azért nagyon fontos az, hogy erről beszélünk, mert hogyha a kedves nézők is elgondolkoznak azon, hogy jó, hát megint egy újabb forduló, mi lehet ennek az oka, mi ez az intézmények közötti esetleges enyhülés, a parlament gesztust tette a bizottságnak, ugye, mint mondtam, szerintem nem erről van szó, hanem félt egy jogi kudarctól, vagy tartott egy jogi kudarctól, Ez hát mindenképpen presztízsvesztesség az Európai Parlament számára mondjuk ki tehát ezt, ezzel, ebből a szempontból ne kerteljünk. de hát itt egyértelmű a dolog. Ma Magyarországtól azért tartja vissza a bizottság a pénzeket, és ezt a keresett benyújtásakor a parlament is egyértelművé tette. A LIBE bizottság munkája erről szól. És Gwendolyn Derbors-Cornfield, amikor legutóbb a, a bizottság és Magyarország közötti enyhülésre reagálva Próbálta újra a tüzet szítani, akkor is ez volt az egyik főérv, hogy az uniós alapértékek egy részének Magyarország nem tesz eleget, nem tartja be, nem veszi figyelembe. De azt gondolom, hogy itt a, a tényleges ok az az, hogy az Európai Unió nem vitaképes. Tehát az, hogy Németország egyes részein a tanterv része, hogy nőnek öltözött hajlottkorú férfiak taníthatnak gyerekeket, ezt teszi szóvá a bizottság, nem, nem én találom ki, tehát ez a parlament és a bizottság narratívájában is benne van, hogy ez egy LMBTQ ellenes irányvonal, például a transzgender folyamatok vagy lobbival szembeni magyarországi felállás vagy, vagy szembehelyezkedés. Tehát, hogyha Magyarországon a többség úgy gondolja, hogy szerintük ez nem helyes, akkor legalább engedjék, hogy erről vitát indítsanak. Ha az nem helyes, hogy egy kiskorú gyermek számára férfinak öltözött nők vagy nőknek öltözött férfiak szerepelnek egy mesekönyvben, és ezt az, ezt az egyébként számukra nyilván felfoghatatlan, az elméjük által átfoghatatlan kérdéskört, amelyek, amely sokak szerint szexuális abúzust valósít meg, beletolják a gyermeketnek az arcába, hogy ilyen elnézést, hogy ilyen egyszerűen vagy pestiesen fogalmazzak, és ezt a magyar többség, a választók többsége nem helyesti, akkor erről lehessen vitát indítani. Az a probléma Brüsszellel, az a probléma a Libe bizottsággal, és ha hiszi, hanem a kedves baloldali politikus, aki ezt vitatja, mégis ez van a kommunikékbe, hogy az LMBTQ közösséggel szembeni drasztikus fellépés a fő oka, hogy Magyarország nem kapja meg a helyreállítási pénzeket. Hiába mondanak mást, az a probléma, hogy erről nem lehet vitát indítani. Tehát nem mondhatja azt a magyar többség, hogy szerintük ez elfogadhatatlan. A melegjogokat jogokat tiszteletben tartjuk, a szexuális kisebbségek jogai védettek Magyarországon, de az, hogy, hogy hajlott korú, nőnek öltözött férfiak bemenjenek az óvodába, azt a magyar többség nem támogatja, és sajnos ebből úgy látom, hogy egy feloldhatatlan konfliktus kerekedett, de azért bízom benne, hiszen a folyamatok erre mutatnak, és Navracsics Tibor miniszter úr erről beszélt, kompromisszumkészséget mutat a brüsszeli bizottság is. Ez az utolsó kérdésem, és tényleg csak egy percben, mert ennyi időnk van rá, hogy a lengyelekkel már történt egy megállapodás, de még a részükre kifizetés nem történt. Navracsics Tibor folyamatosan ugye egyeztetés tárgyal az uniós forrásokkal kapcsolatban. Ő nagyon bizakodó, úgy nyilatkozott, hogy szerinte év végére ez összejöhet. Ön mit gondol erről? Igen, tehát a legfőbb érv szerintem az, hogy egy euró ból 70 eurócent nyugati nagyvállalatokhoz vándorol. Ennél ütősebb érve szerintem egy elemzőnek nem lehet a politika, ennél cizelláltabban fogalmazott kompromisszumkészségről beszélnek, ott arról beszélnek, hogy enyhülnek a felek között a, a feszültségforrások eltűnnek lassan. Én azt gondolom, hogy a nyugati nagyvállalkozók is éhesek, és hiányolják azt a pénzt, amelyet majd a szabad áruk szabad áramlása, a szolgáltatások szabad áramlása és a négy szabadság elvének köszönhetően ki tudnak Magyarországról vinni. Ez szerintem az egyik fő ok. Éfi Zoltán, köszönöm szépen a beszélgetést! Köszönöm szépen!